Vasaréten, a Vasas sportcentrumában fogadták a farkasok a tigriseket, akik a saját pályájukon győztek le az alapszakaszban. Az első mezőnygólt a hazaiak szerezték, akik az extra rúgást is értékesítve 7-0-ás vezetéssel zárták az első negyedet. A második játék részben egyenlítettek a vendégek, majd az újabb Wolves előnyt követően Troy Rice ismét egalizált, így 14-14-nél vonulhattak a nagy szünetre a csapatok. A harmadik negyed elején ismét a házigazda került előnybe, de a Tigers 21-20-ra felzárkózott. A folytatásban azonban már csak a fővárosiak szereztek pontokat, így a sérülések miatt több játékosukat is elveszítő vendégek hiába tettek meg mindent, vereséggel voltak kénytelenek elhagyni a pályát. Megvoltak a lehetőségünk igazából, a defense nagyon jól játszott. Hát talán az első blokkolt pánt az nagyon hiányzott már fél időben is. Aztán megpróbáltuk, ugye szó szerint 0-0-ra indult a második fél idő, tudtuk, hogy a harmadikban nagyon bele fognak húzni az első meccsen, akkor gyakorlatilag végig gyalogoltak rajtunk, most nem tudták ezt megcsinálni, csak ők mindig egyetlen apró, mindig egy kicsivel jobbak voltak mind a két oldalán a labdának is, és ez jelentette a végén a különbséget. A Tigers vezetőedzője sajnálta, hogy az első fél időben nyújtott teljesítményüket nem tudták megismételni a második játék részben. You know, I've been a lot of those things over here in Europe in my 18. Szerintem az első félidőben a szezonbeli legjobb teljesítményünket nyújtottuk. A harmadik és a negyedik negyedben egy kicsit csalódást keltő volt a játékunk. Ahogy kimaradt az extránk, a Wolves elkezdte ölni az időt. Többet futottak, és mindössze 2-3 rövidebb passzal operáltak, és nem is igazán tudtuk birtokolni a labdát. Nagy megtiszteltetés volt számomra minden egyes európai csapatot edzeni, ahol csak megfordultam. Ez Nyíregyházára is vonatkozik. Büszke vagyok azokra, akik ezt a sportágat választották, de főként azokra a fiatalokra, akik idén nagyon sokat dolgoztak a csapatért. A másik ágon a Miskolc Steelers és a Budapest Cowboys csapott össze. A találkozó a hazaiak 33-14-es sikerével zárult. A Hungarian Football League július 14-i döntőjében a Budapest Wolves a Miskolc Steelers-szel játszik majd Budapesten a Szuszaferenc stadionban.